kívánom senkinek, de előfordulhat, hogy olasz utad alatt orvoshoz kell fordulnod, vagy gyógyszertárba kell menned. És ha ez előfordul, akkor életbevágóan fontos lehet az, hogy meg tud értetni magad. Most ebben szeretnék segítőkezet nyújtani. Ha külföldre megyünk, általában felmerül bennünk a kérdés, hogy mi történik akkor, ha orvosi ellátásra lesz szükségünk. Egy egészségügyi szükséghelyzet fellépése esetén Olaszországban a külföldi látogatóknak is ugyanazok a jogaik, mint az olasz állampolgároknak. Így a közkórházakban mindenkinek biztosított az ingyenes orvosi elsősegély ellátás. Csupán néhány esetben kell egy kisebb összeget fizetni. Az egyetlen dolog, amire figyelj, hogy mindig nálad legyen az európai egészségbiztosítási kártyád. Akkor nézzünk egy-két hasznos tanácsot. Kisebb fájdalmak vagy megbetegedések esetében a gyógyszertárakban is kérhetsz tanácsot, vagy vásárolhatsz olyan orvosságot, amelyhez nincs szükség orvosi receptre. Ha szállodában vagy turista faluban tartózkodsz, kér segítséget a recepción, hogy gyorsan orvost tudjanak hívni. Főszezonban vagy amikor a turisták létszáma jelentős, a főbb turistahelyek külön orvosi ellátást biztosítanak a külföldieknek idegen nyelven a nap 24 órájában. Ha egészségügyi vészhelyzet lép fel és nincs senki, akihez fordulhatnál, akkor hívd a 118-as telefonszámot. A 112 egységes segélyhívószámot is lehet hívni, amely bármely vészhelyzet esetében a megfelelő telefonszám. Most nézzünk együtt néhány olyan hasznos szót, kifejezést és példát, amelyet jó, ha tudsz, hogyha egészségügyi problémák lépnek fel. Doktor. Orvos. Sentirsi male. Rosszul érzi magát. Stare male. Rosszul lenni. Mal di testa. Fejfájás. Mal di stomaco. Gyomorfájás. Mal di gola. Torokfájás. Ricetta. Vény, recept. Medicina. Orvosság. Dal dottore. Az orvosnál. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Mi sento male. Ho mal di testa. Ho mal di stomaco. Ho mal di gola. Ecco la ricetta con la medicina da prendere. Due volte al giorno. Grazie. Nézzünk további szavakat. Farmacia. Gyógyszertár. Raffreddore. Nátha, megfázás. Febbre. Láz. Termometro. Hőmérő. Misurare la temperatura. Lázat, hőmérsékletet mérni. Sentirsi meglio. Jobban érzi magát. Stanco. Fáradt.
Vomitare. Hányni. Pillola. Tabletta. Cosa sente? Mi a panasza? Influenza. Influenza. Sintomi. Tünet, panasz. In farmacia. A gyógyszertárban. Buongiorno. Buongiorno. Ho il raffreddore. Cosa sente? Ho freddo. Vorrei vomitare e mi sento stanco. Febbre? Non so. Ecco un termometro. Misuriamo la temperatura. Va bene. Quasi 38. È influenza. Davvero? Sì. Due pillole al giorno e tanto riposo per sentirsi meglio. Grazie. Prego. Nézzünk még egy-két fontos szót és kifejezést. Infermiere. Ápoló. Infermiera. Ápolónő. Ospedale. Kórház. Pronto soccorso. Első segély. Ambulanza. Mentőautó. Paziente. Paciens. Visita. Orvosi vizsgálat. Cerotto. Septapasz. Ferita. Seb. Guarire. Meggyógyul. Mettere i punti. Sebet összevarni. Fare male. Fajni. Al pronto soccorso. A sürgősségén. Buongiorno infermiera. Buongiorno. Cos'è successo? Mi sono ferito con il coltello. Capisco. Visita urgente? Buongiorno, dottoressa. Brutta ferita. Servono i punti. Farà male. Va bene, dottoressa. Un cerotto? E abbiamo finito. Grazie. 10 giorni per guarire. Benissimo. Grazie, dottoressa. Prego. Oblogomon a cikkemben arra is találsz példát, hogy hogyan bonyolíts le egy telefonbeszélgetést, hogyha 118-at kell felhívnod egy egészségügyi szükséghelyzet esetén. Fontos tudni, hogy mit mondjunk, amikor ezt a számot hívjuk. Remélem tetszett a videó, és legfőképpen azt, hogy hasznos volt. Iratkozz fel a csatornámra, hogy mindig napra kész maradj! Ciao!